Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét, nagy boldogasszony napját avatta ünnepé. Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltára első István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentély avatásával volt egyenértékű. Az ünnep a történelmünk során végig a magyarság legfőbb ünnepe volt, melyről minden korszakban megemlékeztek valamilyen módon. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi ünnepünk, később lett csak István király ünnepe, előbb egyházi ünnep volt, majd átnevezték ugye a új kenyér ünnepének, a szocializmus idején, vagy az alkotmány ünnepének, de valójában ez az ünnep, ez ott a magyarok szívében benne volt, mert valójában az államalapítást jelképezi, megmaradásunkat, létezésünket, hiszen tegyük föl a kérdés, nincs Avarország, nincs Besenyőország, nincs Kunország, ide jött egy Ázsiából egy nép, és hazát teremtett magának, hiszen van Magyarország, és Szent István a 11. század elején, ugye folytatva apja Géza fejedelem uralkodását, azt a célt tűzte ki, hogy egy modern államot hoz létre Európa szívében. Vinnai Győző azt is elmondta, kevesen tudják, de István minden csatáját megnyerte, leverte a belső lázadókat koppány vezetésével, és megvédte az ország külső határait is. Ezt követően pedig a pápától kért koronát, és szigorú egyházi és világi törvényeket alkotott. Nem csak, hogy felvette, hanem ő már keresztény uralkodó volt. Ez nagyon lényeges volt, kegyes uralkodó hírében állt, tehát igazságos volt, szigorú volt, de ott van ez a kegyesség is benne, hogy Magyarországnak, és hát egész Európa a kereszténységre épül, egy új vallást adott, a kereszténységet, amelyet ő fölvett, gyakorolt. És természetesen ott van a királyi vármegye rendszer, hogy létrehozott egy modern közigazgatást a kor viszonyai között, ugye a királyi vármegye rendszert, ahol bizonyos területeken a várispánok gyakorolták hatalmat, ezáltal egy modern feudális államot hozott létre. Azt is el kell mondani, hogy törvényei a német mintát követték, a német-római császárság ugye 962-től már létezett, de sikerült a magyarországi viszonyokra adoptálnia, tehát sajátosan magyar volt. Ebben mi magyarok nagyok vagyunk, hogy nem átvesszük csak ezeket a törvényeket, hanem a helyi viszonyokra sikerül alkalmazni ezeket a törvényeket. Az augusztus 20-ai ünnep fontosságát is jelzi, hogy a rendszerváltás után 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította.